A Bonyhádi Bonikom közüzemi non-profit Kft. Telephelyére gurul be a géppartjuk legújabb darabja. Egy 36 éves IFA tehergépjármű munkáját veszi majd át a sokrétűen használható jármű. Nagy örömünkre szolgál, hogy Bonyhád város önkormányzatának 6-6-os támogatása mellett sikerült a mai napon átvegyük ezt a teherautót. Ez egy Mercedes-Benz gyártmányú 16 tonna ösztömegű gépjárműről van szó, amit több célra tudunk majd használni. A csúszásmentesítési feladatok mellett tavasztól őszig a logisztikai szállítási feladatokban is szerepet kap majd az újonnan beszerzett gépjármű. A cég emellett nagy hangsúlyt fektet a kollégák munkabiztonságára is. Az új gépjármű fejlődést jelent az NKFT számára. A Bonikom életében ez egy komoly lépték. Kisebb értékű berendezéseket szoktunk venni korábban is, de ez nettó 60 millió forintba került, az 76 millió forint bruttóban. A város üzemeltetési feladatokat ellátó cég nem találta olyan pályázatot, amelynek igénybevételével meg tudta volna vásárolni a járművet, így a 100%-ban önkormányzati finanszírozásnak köszönhetően tudták lecserélni a több mint 30 éves IFA tehergépkocsit a vadonatúj Mercedes gyártmányú tehergépjárműre, amely az átvételt követő oktatás lezártával már szolgálatba is állt.